kapcsolatba az előttem szólókhoz, néhány napjainkban is érvényes dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az első, amit már az előttem szólók is mondtak, hogy Trianon évfordulóján az önmagát nemzetének beállító kormány ünnepelteti az országot. Teszik ezt a nemzeti összetartozás napjára hivatkozva, de én ezt alapvetően azért nem értem, mert hogyha tényleg ők nemzetik és tényleg szeretnének ma egy méltó emléket állítani Trianonnak, akkor ezt nagyon egyszerű megtenni. Le kell másolni a holokauszt napi méltóságot, meg a méltóság menetét és az összes többi, nem is tudom minek nevezzem, de az összes többit megvan a minta, csak az izraeli szót és a zsidó szót magyarra kell cserélni. És már is méltóképpen tudunk emlékezni arra az ország csonkításra, ami annak idején Franciaországban történt. De térjünk vissza erre a gondolatra, amit ők úgy fogalmaztak meg, hogy a Nemzeti Összetartozás napja. Akkor én most itt nyilvánosan javaslatot teszek a Nemzeti Összetartozás napjára, amikor az első magyar ezred bevonult újra Erdélybe, amint Magyarországnak tisztességes emberekből, magyar emberekből lesz kormánya, az lesz a Nemzeti Összetartozás napja, és mindaddig fogunk rá emlékezni, amíg Erdély és ami miénk, az újra miénk nem lesz. Ez a Magyar Összetartozás napja, nem Trianon napja. Trianon napján nem ünneplünk, hanem belegondolunk abba, hogy az elődeink akkor mit éreztek, milyen fájdalmakon mentek keresztül. És hadd legyek egy kicsit személyes, én a dédapámtól őrzöm a frontról hazaért leveleket az első nagy háborúban, amit ő 6 éven keresztül volt oda, ebből 3 évig hadifogolyként. Egyet soha nem olvastam a körülbelül 100 darab tábori levelező lapon, hogy ő ezt megbánta volna, elnézést kér, ne haragudjanak a más nemzetiségűek. Én csak olyanokat olvastam, hogy nagyon rosszak a körülmények, de kitartunk. Ha meghalok, akkor is. Érdekes módon ez a távirász akkor, közel 100 éve ilyenek gondolatokat tudott megfogalmazni, és ma a magát Nemzeti Ügyek Kormányának nevező alakulat nem tud kipréselni magából egy viszonylag egyszerű emberhez hasonló gondolatot. Hogy ezen az úton haladva tovább gondolatilag, nagyon sokszor vádolnak minket, a nemzetben gondolkodó embereket, mindenféle összeesküvés elméletekkel. Hát a Trianon palotában bekövetkezett békediktátum az csak egy állomása volt annak, amit már nagyon régóta Magyarországgal és a magyar nemzettel szemben tesznek. És ugyan a Jobbik Európa Parlamentben képviselteti magát annak ellenére, hogy euroszkeptikus vagy európa-szkeptikus párt, én ezen a gondolatiságon tovább megyek. Kicsit gondoljunk bele abba, hogy mi történik ma velünk Trianon után közel 100 évvel. Azok az államok, akiknek alapvető érdeke volt az, hogy Magyarországot megcsonkítsák és tönkretegyék, és a magyar nemzeti öntudatot a porba tapossák, azok az államok virágoznak mellettünk. Ugye miért kellett Magyarországot feldarabolni, és miért kell folyamatosan mosni a magyar emberek agyát? Hát van egy vicces találós kérdés, az pedig úgy hangzik, hogy az őserdőben egy 300 kilós gorilla hová ül? A válasz az az, ahová akar. Na most, hogyha egy egységes nemzettömb, egy egységes Kárpát-medencében közel 30 millió emberrel, azonos nyelvet beszélő emberrel, azonos gondolatok mentén létrejövő közösségekkel bír, akkor az a 300 kilós gorilla Európa közepén mi vagyunk, mi leszünk és mi is voltunk. És ez mindig is így volt. Mindenkinek a lelkébe szeretnék egy kis reménységet önteni. Képzeljük azt el, hogy a törökök által megszállt Budavárában, ahol egyébként megszállt nemzetként magyarok is éltek, mondjuk egy kovács és egy cipész beszélget egymással 100 évvel azután, vagy 120 évvel azután, hogy a törökök megszállták Budát. És nézik, hogy a török csak építkezik, csak erősíti a várat, és megkérdezik egymástól, hogy de mikor lesz ennek vége? És meggyőződnek róla, hogy gyakorlatilag soha, hát több mint 100 éve itt vannak, és látod, most is építkeznek, erősítik a várat. Ezek soha nem fognak elmenni. És a Jóisten máshogy döntött, és a törököket elküldte oda, ahonnét jöttek. Én azt gondolom, hogy ha mindenki ma megteszi becsülettel, tisztességgel a dolgát, a kőműves úgy dolgozik, úgy falaz, a cipész úgy ragasztja meg a cipőinket, az eladó úgy szolgál ki,
akkor mindenki megtette azt, amit meg kell tenni, és akkor a nemzet megnyugodhat, hogy a többi már nem rajtunk múlik. Én arra kérek mindenkit, hogy járjon nyitott szemmel, vegyen észre olyan dolgokat, amire nagyon könnyű azt mondani, hogy összeesküvés elmélet, és könnyű elbagatilizálni azt, hogy miért kerültünk ebbe a sorba. A minap megint döbbenten néztem az egyik európai országnak a munkaügyi miniszterét, aki nyilván befelé beszélve, tehát a saját választóihoz szólva, azt mondta, hogy majd ők szabályozni fogják azt, hogy Kelet-Európából, így például Magyarországról is, de gyakorlatilag a Kárpát-medencéről beszélt, hány munkavállaló és milyen módon áramolhat be az ő országukba, ne vegyék el ott a munkát, stb. Hát kérem szépen, a jelenlegi Európai Uniónak és a úgynevezett nyugati országoknak alapvető érdeke az, hogy Magyarország mindig is megosztott legyen, feldarabolt legyen, és itt a fiataljaink ne találjanak munkát. Nyugat-Európában ezelőtt 30 évvel megkezdődött a lakosság előregedése. Hogyha látjuk azt, hogy egy holland, egy dán, egy német nyugdíjas milyen jól él, és jön ide a Balatonpartra, és úgy él, mint egy kiskirály, és ők ezt szeretnék még továbbra is fenntartani, ahhoz bizony új munkavállalók, új belépők kellenek a rendszerbe. 30 évvel ezelőtt a születés statisztikák Nyugat-Európában gyalázatosabban néztek ki, mint most nálunk. Tehát nincs náluk új belépő a rendszerbe, nincs, aki dolgozzon. És még nekik van bőr a pofájukon azt hazudni, hogy majd ők eldöntik, hogy hányan mehetünk oda. Hát pont fordítva kéne csinálni, mindenkinek haza kéne jönni, és az egész úgynevezett nyugati civilizáció úgy, ahogy van, darabjaira hullana, összetörne, nincs, aki dolgozom. A bantumoláj kuntakinte nem fog dolgozni, kérem szépen. Ez így van, egész egyszerűen azért, mert genetikailag nem alkalmas arra a fajta munkavégzésre, amire mi alkalmasak vagyunk. Tehát Magyarország kirablása nem fejeződött be Trianonban, hanem folytatódott. Először elvették a nemzeti öntudatunkat 50 évvel ezelőtt a kommunisták, vagy 50 éven keresztül a kommunisták. Utána megszerezték gombszemér gyűszőjére a magyar piacot, és megszerzik most már a magyar munkavállalókat, a magyar munkaerőt is megszerzik, és a magyar szürke állományt. Tehát, hogyha végignézzük, hogy mi marad tulajdonképpen egy országból, egy nemzetből, akkor hát nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy most már csak az, amin állunk. És hogyha megnézzük azt, hogy a magát nemzetinek tekintő kormány mit művelt a földekkel, akkor nyugodtan vonhatunk párhuzamot a földkérdés és a trafik kérdés közé. Hát azt kérném önöktől, és az egyetlen egy lehetőségünk, hogy ugyan nem vagyunk sokan, de nem is kell, hogy sokan legyünk, erősnek kell lennünk és gondolkodnunk kell. Tehát Trianonnak a béke diktátum aláírásával folyamata csak megindult, és a mai napig ezt nyögjük. Tehát nem záródott le ezt azzal, hogy elvesztettük Felvidéket, Erdélyt és a Délvidéket. A mai napig ugyanúgy fosztogatják és fosztják ki az országot, és vesznek el mindenfajta erőforrást tőlünk, mint ahogy akkor azt megtették. Akkor nemzetközi békediktátumnak álcázták, most ezt az erőforrás rablást munkaszerződésnek, külföldi munkavállalásnak, devizahitelnek, bevásárlóközpontnak, és sorolhatnám, minek álcázzák, de higgyék el, ugyanazok az erők állnak minden mögött. És ez nem mendemonda, hogyha, én ezt már többször helyen elmondtam, hogyha esetleg egy körorvos, egy közgazdász, egy tanár, egy kőműves, teljesen mindegy ki, aki ma Magyarországon akarattal, hittel akarja végezni a munkáját, és jó is a munkájában, és hivatásnak tekinti, egy idő után ugye elkezd gondolkozni, hogy miért nem működik az oktatás, miért nem működik az egészségügy, miért nem működik a MÁV, és sorolhatnám. És elkezdi felfejteni a szálakat. Logikailag végigviszi az ok és okozati tényezőket, és higgyék el, egy pontban fognak találkozni. Tökéletesen mindegy, hogy egy cipészről vagy egy agysebészről beszélünk, aki felfejti ezeket a szálakat, ugyanabban a pontban fog találkozni. Azt fogja tapasztalni, hogy minden lehetőséget és minden erőforrást elvesznek a magyar emberektől. Megint csak egy érdekes kérdés, és gondolkozzunk el rajta, hogy miért vezették azt be, hogy mondjuk egy általános iskolai matematika földrajz szakos tanár, remélem van ilyen párosítás, ha nem, akkor tévedtem, miért csak akkor veheti át a diplomáját, hogy ő beszél németül, vagy angolul, vagy dánul, vagy hollandul?
Én ilyenkor mindig azt szoktam csinálni, hogy körültekintek a világban, hogy máshol mi újság. És mikor nekem német ismerőseimtől, vagy svájci ismerőseimtől volt szerencsém megkérdezni, hogy van-e ott kötelező nyelvvizsgarendszer, nem tudták, hogy mit jelent az, amit mondok. Azt mondják, minek? Hát ott mindenki németül beszél. Az iskolában meg pláne. Ugye? És hogyha megnézzük, hogy mikor kezdték el bevezetni az úgynevezett kötelező nyelvvizsgarendszert, akkor döbbenetesen rájövünk arra, hogy akkor vezették be, mikor a Magyarország ipar felszámolása befejeződött. 2005, pontosabban 95-96, bocsánat, tehát 95-96-tól. Miért is? Hát azért, mert a világ urai, jelenlegi urai úgy döntöttek, hogy nekik olcsó rabszolga kell, de olyan, aki beszéli a nyelvet. Majd te megtanulsz a saját pénzeden magyarul, a rabszolgatartók nyelvén, kiképzed magad a saját pénzeden, és majd utána jöhetsz gombszemed gyűszűjel dolgozni hozzánk. És örülsz, ha kapsz valamit, mert itt mindig másod, meg harmadrendű állampolgár leszel, hiszen nem vagy született német, nem vagy született francia, nem vagy született osztrák, sorolhatnám. Erről szól ma a világ. Tehát nem csak az az érték, amit a gyárainkban, a raktárainkban őrzünk, az az érték, amit egy rendes ember reggel fogmosás közben a tükörben lát. A legnagyobb érték az. A magyar gondolkodás és a magyar ember. Érdekes dolog, hogy én egyébként honvéd kollégista voltam. Nekem sok kollégista társam az idegen légióban szolgál, mert ők szerettek volna hadseregben szolgálni, amire most nincs lehetőség. És megint csak a magyar tudatra és a magyar minőségre jellemző, hogyha az idegen légióban úgy döntenek, hogy egy távoli vidéken egy diktátort el kell hallgattatni, akkor a csapatnak legalább a fele magyar katona lesz. És tudatosan a magyar katonákat válogatják össze, azért, mert mindenre képesek, nagyon okosak, és minden helyzetben megtalálják kiutat. Intelligensek, alkalmazkodnak, szocializáltak. Tehát, hogyha a világ legprofibb hadserege előszeretettel alkalmazza a magyarokat, akkor hogy magyarázza azt a világ, hogy mi ilyenek vagyunk, olyanok vagyunk, semmire se vagyunk jók, pont az ellenkezője az igaz. Még egy dolgot befejezésképpen elmondok, hogy hogyan szemléljük a fősodratú híreket, és hogyan álljunk ma a világhoz. A Szentgyörgy hegyen egy idős paraszgazda, mikor megtudta, hogy az Otello nevezetű szőlőfajtát, az tilos lesz telepíteni és termeszteni, akkor a következőt mondta. Ezek a liberálisok már megint tudnak valamit, azért tiltják ezt. Úgyhogy fiam, én kivágtam mindent a szőlőben, és csak azt telepítettem, amit megtiltottak. Mert tudtam, hogy az fog valamit érni. Na most történetesen ennek a paraszbácsnak a kertszomszédja egy osztrák szívsebész, aki az ő általa termelt vörös bort elvitte, és egy független laboratóriumban bemérték, tesztelték, és kiderült, hogy olyan alkotóelemeket, ásványanyagot és flavonoidokat tartalmaz, remélem jól mondom, doktor úr, amit mondok, amit ezek a liberális híres vegyészek nem tudnak összekalapálni a legnagyobb laboratóriumban. Tehát a bácsi tudta, amit már ugye Rothschildok is régen mondanak, a Rothschildok ugyanezt a mondást úgy szokták megfogalmazni, ugyanezt a gondolatot úgy fogalmazzák meg, hogy a legnagyobb spekuláns az mindig az aktuális piaci tendenciával ellenkező pozíciót veszi fel. Ez pénzügyileg így szól, amit a Parasz bácsi ugye a szőlővel alkalmazott. Tehát, hogyha azt halljuk a médiában, hogy mi fasiszták vagyunk, semmire se vagyunk jók, Magyarország kicsi, nem tudunk mit csinálni, az pont azt jelenti, hogy a magyarok erősek, mindenki fél tőlünk, és csak arra várunk, hogy egyszer egy közös tudatállapotban, egy közös erős döntéssel meghozzuk azt, hogy ezt befejeztük és újra kezdjük. Azt gondolom, hogy ez lesz a mi ellenkező előjelű trianonunk a következő 100 évben. Ahhoz, hogy itt majd magyarok beszélnek, ezeket meg kell tennünk, de minden döntés rajtunk múlik. Ma innen mindenki remélem úgy fog hazamenni, hogy elmondja, hogy van remény, nem kell gyűlölködni, nem kell utálni még a liberálisokat sem, csak a saját dolgunkat kell tenni. Ez a mi dolgunk, hogy gondolkozzunk, és elmondjuk, hogy van lehetőség és van remény. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy eljöttek ebben a meleg, újra meleg napon, és a reménnyel a szívünkbe menjünk haza, hogy igenis van magyar feltámadás, hiszen itt vagyunk,
és mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Még akkor is, hogyha a liberálisoknak neveztük őket, még akkor is, hogyha valamit nem lehet kimondani, egyetem nem tudnak tőlünk elvenni azt az érzést, hogy milyen magyarnak lenni. Azt az érzést, hogy délben az egész föld nevű bolygón a magyarokért gondolnak a harangok. Senki nem tudja ezt utánunk csinálni. Mi pedig a legkisebb erőfeszítéssel ilyenekre vagyunk képesek. Köszönöm a figyelmüket!